Rai Zsolt képviselő úr, Fidesz, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, előre bocsátom, hogy picit el fogok térni a napirendi pontunktól, ezért elnézést kérek, de röviden teszem, ezért kértem 2 percben szót. És mindez azért, mert elhangzott olyan itt az ülésteremben, amit Egervárosának országgyűlési képviselőjeként azt gondolom, hogy nem hagyhatok szó nélkül. Mirkóczki Ádám képviselőtársunk volt az, aki úgy nyilatkozott, hogy Eger egy élhető város, ebben teljes mértékben egyetértünk, de azt is mondta a képviselőtársunk, hogy Eger olyan város, ahol a közbiztonság romokban van. Ez egyáltalán nem fedi a valóságot, hiszen jelentősen javult Eger közbiztonsági helyzete. Városunkban fokozott rendőri jelenlétet tapasztalatunk, és az elmúlt időszakban is új térfigyelőkamerákat helyeztünk el a városban. Heves megye egyébként a megyék bűnügyi fertőzöttsége szempontjából a 16. helyen van országosan, és amikor önök egyébként az önkormányzati választási kampányban elkezdték ezt mondogatni, hogy a város közbiztonsági helyzete rossz, akkor azt hibás mutatók alapján tették, hibás mutatókat vettek figyelembe. Én azt gondolom, hogy Eger egy békés, szerethető történelmi város. Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést, hogy eltértem a napirendi ponttól, de azt gondolom, ezt mindenképpen fontos volt hangsúlyozni.